Nagykanizsáról, Nyíregyházáról, Szolnokról és sok más településről érkeztek a dombóvári táborba, hogy közösen fessenek. Deák Attillával beszélgettünk, aki az esemény megálmodója. Tavaly került első alkalom a megrendezésre, hagyományteremtés céljával próbáltam ezt a tábort létrehozni, remélem sikerülni is fog. Hát az ötlet az onnan jött, ugye, hogy az internet világában rendkívül sok kortárs festő műveit ismerem meg, de csak a képeket látom és a fotót róluk. És arra gondoltam, hogy nagyon jó ötlet volna, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a festők között, és összehívni azokat az embereket, akik hasonló módon dolgoznak, mint mi, vagy utána aztán változtatni egy kicsit a stíluson is. És azt gondoltam, hogy ez jó lehet a városnak is, mert az ide érkező festők viszik város hírét és vendégszeretetét, és jó dolog az alkotóknak is, mert egy bemutatkozási lehetőség nekik ezen a vidéken, és kicsit népszerűsíteni a kortárs festőket, akiknek esetleg nem olyan nagy lehetőség van a nyilvánosság elé lépni. A jövőbeni tervek az, hogy minden évben meg tudjam szervezni, és rotációs rendszerrel működtetni ezt a tábort, hogy mindig új festőt hozni, újat és stílusba is, hogy mindenfajta kortárs művészt be tudjak itt mutatni, és összehozni, és barátságokat, és jó kapcsolatokat kialakítani egymással, és elmondhassák, hogy Dombóváron ismerték meg egymást. Igen, én ismerem őt, és nagyon jól dolgozik, és nagyon jó fej. A tábort azt úgy hirdettem meg, hogy idézőjelben téve nincs okos köztünk. Valamilyen szinten mindenki fest. És azt gondolom, hogy a tükör ugye a külsőmet mutatja meg, aki fest valamit, az a lelkét. És úgy lett megkérdetve, hogy nincs okos ember, tanulhatnak egymástól. Ha kérdeznek tőle, akkor csak válaszoljanak, de nem okoskodnak bele a másiknak a munkájából. Tehát én azt szeretném, hogy spontán, ha valakit érdekel egy másik technika, akkor oda megy, és akkor az a kollega segít, vagy elmagyarázza neki. De nincs művészeti vezető, nincs az, hogy mindenki ugyanazt a képet festi. Egyetlen kitétel van, hogy mindenki a saját kompozícióját és a saját témáját kell, hogy megfesse. Nem hozhatnak ide újságot, nem hozhatnak könyvet, albumokat, és akkor festenek azt, vagy én kirakok valamit, és akkor mindenki más szögből ugyanazt festi. Egy szabad tábor, akkor dolgoznak, amikor kedvük van, nincs semmi kötelező, és hogy jól érezzék magukat, és hogy tényleg igazi emberi kapcsolatok alakuljanak ki egymás között. Az alkotások egy részét azokat a szponzorokat, akik kiemelkedő szinten támogatták ezt a tábort, megajándékozzuk egy-egy alkotással, a többi viszont a városnak marad itt, szabad felhasználás céljából, akár jutalmazás, akár ajándékozás céljából. Azt tudom, hogy vannak olyan, akik már tavaly itt voltak, de vannak más alkotók, akik már érdeklődtek, hogy eljöhetnek a nyílt napra, mert ők személyesen meg szeretnék ismerni XY alkotót, és szeretnék megmutatni a munkáikat a többieknek, tehát úgy néz ki, hogy egyre nagyobb az érdeklődés egymás munkája iránt. A Dombóvára érkezett 14 inspirálódni vágyó boldogan élte meg a szeretetteljes fogadtatást és támogatást a város részéről. A viszonzás sem maradt el, hiszen személyre szabott képeket ajándékoztak a megnyitó keretein belül. Én nagyon szívesen sorakozom fel az alkotó energiámmal, a kezem munkájával olyan kezdeményezésekhez, ahol azt tapasztalom, hogy adni szeretnének, hogy még többet a közösséghez. És ez egy olyan dolog, amiért én Nyíregyházáról nagyon szívesen elutazom idáig. Már második éve vagyok itt Dombóváron Lovag Deák Attilának a meghívására. Nagyon gyönyörű festmények tudnak születni. Egy olyan alkotótábor is van ez a kezdeményezés kiállítás mögött, ahol egymást segítik a művészek, mert sokszor vagy művésztáborokból, vagy különböző körökből ismerjük egymást,
művésztársaságokból, innen-onnan, amonnan, interneten kommunikálunk. Itt viszont lehetőség van arra, hogy egymást segítsük, egymással alkossunk. Voltam a tavainál, de akkor nem volt kiállításunk, és Attilával, amikor egyeztettünk, Lovag Deák Attilával, hogy hogy legyen, mint legyen, akkor azt mondtuk, ha eljövünk, annyi képet hozunk magunkkal, hogy milyen jó lenne megmutatni ennek a közösségnek, hogy milyen sokszínűen alkotunk, milyen sokféle stílusban. Itt az akvareltől a monokrómon át a sziloking művészfestékig itt van minden. Én imádom az állatokat, nagyon-nagyon szeretem őket, és annyira vibráló, gyönyörű színeik vannak, hogy engem mindig ez az, ami úgy elindít, ez az a szikra a színekkel, ami belobbant. De én alapvetően nekem a színekkel van nagyon-nagyon mélységes viszonyom. Nem a formákkal, inkább a színekkel. Sajnos azt kell mondjam, hogy a színek nagyon fontosak, és én az életemben megéltem azt, amikor lemerültek a színek bennem, és az tényleg egy olyan állapot volt, amikor csak feketében, csak monokrómban jártam, és egyfajta terápiát is jelentett akkor nekem ott a festés, és ebből nyílott ki az, hogy az én mottom, hogy a művészet gyógyít. Úgyhogy nekem is van egy saját egyesületem, ahol épp a művészetnek ezt a fajta gyógyítani képes, lelket gyógyító hatását fogjuk kibontani.